Megérkeztünk Robiékhoz, akik körülbelül egy éve laknak itt, és végre eljutottak oda, hogy kerttervezés tanácsot kérjenek tőlünk. Na, akkor mesélj nekünk, mi itt a terv? Terv az az, hogy egyrészt ez itt egy régen egy ilyen valami előkertszerűség volt, de nekik nem volt két autójuk, akik itt laktak, nekünk pedig van. Kéne ide egy valamilyen kocsi beálló. Szóval, és akkor itt jövünk be végig, itt ugye valami megint csak meg kell oldani, hogy egy motor be tudjon állni, itt ugye az autó be tudjon állni. Ne legyünk csupa sarosak, ha bejövünk. És akkor onnantól kezdve beérünk itt erre a térre, ahol most egy kicsit nem látok. Pont úgy süt a nap. Ezek a fák, ezek itt maradnak? Hát azért kell, hogy maradjanak, mert ugye nagyon jó árnyékot adnak, ilyen 11 óráig legalább, és hát akkor a hatalmas ablakkal, ami ott van, azon iszonyatosan jön be a fény. Bár nagyon szépen árnyékolnak és nem látnak az utcáról be, de azért az a helyzet, hogy hát a madarak rajta vannak, tehát hogy azért ez a vigyázni kell, és itt vannak akkor ezek a levelek. Aztán van itt egy kertünk, vagy egy virágos kertünk, ami most annyira virágos, amennyire, de... Kutyapihenő? Igen, kutyapihenő. Szeretném mindenképpen valami, egyrészt egy virágos kertet valahova, ami nem messze van a háztól. Egy valami kiülés, teraszos dolgot, ahova reggelizni tudunk könnyen vagy barátokkal. Van egy ilyen körmedencénk, egy 3 méteres. Őt szeretném mindenképpen. És magas ágyások lesznek, most már a faanyag meg is van véve, még két ennél jóval nagyobb magas ágyás lesz, ilyen másfélszer 3 méteres. Azok lesznek még, és még ugye az egészről azt kell tudni, hogy ez nem csak a betonozással, illetve a virágkörözéssel van így, hogy én hátra is igazából mindösszesen annyit gondoltam, hogy ültetek fákat, és kész már, hogy én nem vagyok ez a kertbe se olyan, hogy csak fű legyen benne, és ez aztán elképesztően szép, mert rögtön azért van egy kutyám. Ott látok egy ilyen betonplacot, az a medencének a helye? Igen, az a medencének a helye, mert tudni kell erről a részről, hogy ez nagyon lejtős, meg dimbes, dombos az egész. A medencét valahogy le kellett rakni, ezért úgy döntöttem, hogy akkor odaépítek neki egy ilyen részt, ahol le tudom rakni, és akkor nem folyik ki a víz belőle. Látom, a vízelvezetéssel is lesz még azért feladat, de az még nincs megoldva, hogy hová folyik a víz. Nincs. Az most itt helyben elszikkad, aztán ennyi? Csókolom, igen. Igen. Jó. most az be van tervezve, hogy a ház körül lesz egy ilyen 20 centis rész, ami ilyen kulékavicsos, hogy azt szárazon tartsa a lábazatot, meg valamennyit vezessen el vizet is. És miből lehetne megcsinálni ezt a kocsi beállót, ami nem lebetonozás, nem viakolozás, akkor nem tudom. Műanyag gyeprács, és akkor ezt be lehet üresíteni. Igen, csak az... Hát én nem tudom. Én ezt még nem láttam szépet. Egy kis precizitás kell hozzá, de meg lehet csinálni, úgyhogy működjön. Mert én csak azt láttam még, hogy le van rakva a gyeprács, igen? És akkor az autó ott áll, és akkor kiállja az autó a füvet. Hm. Hát igen, mert azt csinálják, hogy feltöltik színig földdel, és akkor az autó, ahogy rámegy, meg ugye kinő benne a fű, az becsomósodik, besűrűsödik, annak is van egy tömege, és kinövi egyszerűen a gyeprácsot, és akkor persze, hogy az autó kereke összepasszírozza a füvet. Úgy kell csinálni, hogy egy 2 centivel a gyeprács szintje alatt legyen a földnek a szintje, és abban nő a fű, és csak a fölötte lévő részre megy rá. Hát mondjuk 2 centi, másfél-két centi. Szóval, hogyha ez precízen így meg van csinálva, akkor ugye a fűnek a tövét nem tudja agyon nyomni az autó. És akkor jó, minimálisan látszódik persze, mert az autó naponta rámegy a fűszálakra, az eltörik, de egyáltalán nem lesz olyan csúnya, mint ahogy igen sokszor látni, hogy igazából ott kikopik. És mindenképp kell rá öntözőrendszer, mert ugye a gyeprácsban lévő föld az nagyon kevés, alatta kell alépítmény, tehát murva, különben hepehupás lesz a gyeprács. Aha. Viszont néhány centi nagyon jó minőségű komposztos földben elél a fű, hogyha van öntözőrendszer. Mivel lejt az egész, ez ide folyik be, az egész víz ide. Tehát itt megáll. Innen nem megy tovább, mert innen kb. Egyenes. Onnan viszont ideig teljesen lejt, tehát itt áll meg minden víz, ami létezik. És hogy a murvát raknék ki, akkor ugye rögtön le is menne a... Azzal csak annyi van, hogy kellemetlen rajta járni. És hiába döngölöd le,
az néhány nap alatt ugyanúgy így egyszerűen kirazul, és belebuktok, már egy ilyen félmagas sarkú cipőben is kellemetlen rajta, de igazából normál cipőben is kellemetlen rajta járni. Aha. Tehát minimum akkor a járdát. A járda az mindenképpen megmaradna, tehát az mindenképpen... Ja, hogy járda az lesz? Hát az lesz. Mindenképpen ja. kell, mert hogy motorra a bicikli a beállás miatt kell egy olyan, ami aha. stabil. Jó, hát akkor csak az autó beállónak, igen, akkor arra jó a murva. Aha. Igen. Van itt ez a szép garázs, ami nem olyan szép, de hát nem olyan tűk, hogy mit csináljunk vele, mert ilyen horror összeget mondtak a lebontására, de a legrosszabb helyen van. Semmit nem lehet csinálni, de csak kinézünk az ablakunkon, akkor is pont ezt látjuk. És nekem az volt a gondolatomban, hogy mivel ez itt a fal mellett, ha ez így marad, akkor ez úgyis ocsmány, és sötét is minden. Ezért ezt az utat, meg ezt a piacot, ami itt van, ezt egész egyszerűen felbontom. Odaépítek mellé egy ilyen utat, és akkor itt nyerek egy hatalmas területet, hirtelen. Uh-huh. És akkor beérkezik az egész egy picit, és akkor ott már jobban lehet talán sapkozni. Hát még mondjuk a gyerekjátszónak egy kicsit szerencsés, hogyha a szem előtt van, mondjuk a nappaliból rá lehet látni, tehát nem kellene eldugni oda hátra. Igen. Hát igen, mindenképp oda lyukodunk ki, ez a garázs útban van. Igen. Ott tök jó lenne a gyerekjátszó, mellette a medence, az a fal szerintem elég messze van ahhoz, hogy az ne árnyékoljon. Itt már lehet egyben fű, a magas ágyás az maradna itt oldalt, az ott tök jó helyen van. És a terasz pedig én itt tartanám a bejárat mellett, a bejárat előtt. Uh-huh. Hogy ne kelljen annyit rohangálnatok, hogy mindig olyan macerás, hogy jaj, benn maradt a só, akkor gyorsan visszaszaladok. És mit lehet hozzá a területtel kezdeni? Mondtam, hogy ez mindig árnyékban, ez itt a garázs előtt. Hát akkor be lehet ültetni, akkor ez lenne az ilyen díszkerti rész. És hogyha nincs itt a garázs, akkor ez egy egészen napos. Ha már egyszer van egy ilyen közepes méretű, egész szép hangulatú kertetek, hogy akkor már legyen egy nagy összefüggő terület, ahol a gyerekek tudnak rohangálni. Hát, amit elkezdtétek kiszedni ezt a tuskót. Ott már ki van egyszerűen. Igen, az nagyon szép darab volt. Igen. Kivágtátok, és akkor ezzel mi a terv? Hát, látom, elvágtátok tőben, tehát elég rossz ötlet volt. Azt azért mondjuk el, hogyha a ti példátokon okulva, hogyha más neki áll egy fát kiszedni, hogy az a jó, hogyha hagy legalább másfél-két méteres törzset, és akkor lehet szépen rángatni, rá lehet csimpaszkodni, az is sokkal egyszerűbb. Ez most így kicsit melós lesz, így tőben elvágva. Szóval ez a kiinduló állapot, ebből kell valamit kihozni a tulajdonosnak idén nyár végéig. Mi pedig visszajövünk, hogyha lesz valami látványos változás, és megmutatjuk nektek. Nektek viszont szerencsére nincs más dolgotok, csak hogy feliratkozzatok a Gardenista csatornájára. Sziasztok!